Tehát a pasik, mondom, sokkal 47%-ban mondták azt, hogy hűség, oda visszanőtt 17%-ban. Nem a partnerükről nyilatkoztak? Tehát az elvárásokról? És neked erről mi az elvárás? Ezek a kutatások sokszor nem objektívek, mert az emberek nem őszinték. Internetes fórum állnéven. És kértem is, hogy ez nekem fontos, hogy igaz legyen, vagy őszinte. Most miért hazudott volna interneten állnéven? Sokszor fordul, saját magunknak is hazudunk. Tehát ez egy másik példát mondani, hogy volt egy kutatás, hogy ilyen vásárlással kapcsolatos függőség. És meglepő volt, hogy a pasik majdnem ugyanolyan függők voltak ebben, mint a hölgyek. Csak lehet, hogy ők nem annyira őszinték, nem vallják ezt be önmaguknak sem. Hát ez változó lehet. De azt gondolom, hogy most ilyen személyiség szempontjából közelítettük meg, és nagyon jó volt, amiket hallottam, hogy azok okozat. De van szerintem egy másfajta megközelítés. Hogyha az önismeret segítségével nézzük a másikat, akkor másmilyennek látjuk. Hiszen a valóságnak általában ugye 1-2%-át fogjuk fel. Mert vannak elvárásaink, kivetítünk dolgokat a másikra, és nem látjuk teljes valójában. Biztos ti is tapasztaltátok azt, hogy láttatok valamit. Teljesen abszurd fogalom, Attila, az, hogy valóság. Igen, ez egy teljesen, tehát már azt mondani, hogy a valóság 1-2%-át látjuk, ezt én nem hiszem el, ilyen nincs. A hűtlenség nem tudod elmondani a százalékban, mivel hogy tulajdonképpen maga az, hogy valóság is egy teljesen, majdnem azt mondanám, absztrakt fogalom. Szubjektív, viszont nyilván nem lehet ezt akkor szavakkal kifejezni, tehát pont erről van szó, de az ember szellemi lény, és sokszor érez olyan dolgokat, amit esetleg nem tud így szétboncolgatni és megmondani, mondjuk, hogyha érzelemről van szó. Tegyétek a szívetekre kezéteket, tehát soha nem fantáziáltatok. Jaj, mi vagy te öregem, az izé vallató, néni a fiam, hogy most meggyólom, drága Évikét, én nagyon sokszor gondoltam fiúkra. De nyilvánvalóan, tehát az embernek megforduljon a fejében, és én azt gondolom, hogy ez még nem jelenti azt, hogy én hűtlen lennék a páromhoz. Na, mi ezt is megbeszéljük a Csabival. Jó, ha jókat szoktunk ilyen dolgokról beszélgetni, ilyen fantáziálgatásokról a férjemmel. Isteni, mi volt olyan, hogy kitalált szeretőség is játszottunk. Leveszed, az csodálatos az a két egyébként kendőt. Mondjuk, köszönöm. Én pont a Nemek igénye most megjelent filmben, az első fejezet csak a féltékenységről szól. Mert ez a legtöbbször visszatérő téma. És ezt boncolgatom, hogy mi számít féltékenységnek. Mi számít megcsalásnak. Szerintem már az is megcsalásnak számít, amikor én egy társaságban az intim dolgokról kitárgyalom a páromat. Tehát olyan dolgokat mondok el a másikról, amitről utólagosan biztosan tudom, hogy neki megalázó lenne, hogy nem örülne. Hogyha én fordított helyzetben elképzelném magam, hogy engem egy társaságban a párom ilyen apró részletességgel kitárgyal, úgyhogy engem nem kérdez meg. De ki is mondtad, hogy ez megalázás? Ki ad? Ez már egy megcsalás. Becsapom, megcsalom a másikat. Elhagyom a másikat. Elhagyom a másikhoz való tartozásomat, a kapcsolatunk intimitását. Például nem ez egy örök kérdés, hogy megcsalásnak számítem, amit te is említettél, hogyha szünetet tartok egy párkapcsolatban, és hát közben történik egy-smás. Miért lenne megcsalás, hát, ha ki van mondva? Le van zárva, akkor le van zárva a szünet. Nem tudhatod, hogy a szünet után lesz a második fél idő. Igen. Nem tudhatjuk. Mi lenne, hogy máshogy közelítenénk ezt meg? Ha valaki nem birtokolja a másikat, tehát nem az elvárásai alapján tárgyként tekint rá, akkor ezt meg lehet csalni? Azt nem lehet. Én tudod, mit gondolok? Tehát én nem hiszek az egy életen át tartó olyan típusú hűségben, hogy ez nem elfolytáson alapul, hanem őszinte. Én nem gondolom azt, hogy az ember monogámnak lett teremtve. El tudom képzelni, hogy van egy pont, amikor már megérik a monogámiára. De azt, hogy két ember évtizedeken át csak egymásra vágyik, és emellett működik a szexualitás, lehet, hogy drága... Hát így, mert itt az élő példa. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz 20 év múlva, 10 év múlva, 5 év múlva, nem hány éve vagytok együtt, Szanni? 18. Hát? Oké, én is 20 év együtt vagyok a párommal, és imádom, és különféle periódusokat megéltünk. Aha. Tehát én nem gondolom azt, hogy egy kapcsolatnak a mindenek fölött levő fő-fő értéke az, hogy hűségesek vagyunk minden áron egymás. De minden áron. Ez, azt gondolom, hogy ezek általánosítások sokszor, hogy ki hogyan szeret, tehát élni és élni hagyni, ez a legjobb szlogen. Tehát valakinek az a jó, lehet, hogy úgy érzi magát, lehet, hogy ő tantrával foglalkozik, és úgy elmélyed benne, hogy igazándiból nem. Alapvetően nagyon fontos szerintem az, hogy ne érezzük magunkat kalitkában. Tehát ne legyen ez a bizonyos rövid pórázon fogom a másikat, hagyjak neki szabadságot, engedjem, és bízzak benne. Igen, te most elmész ide oda, mert menjél. Hát igen, mert hogy lehet az, hogy a lelkismeretedre bízom, menjél. Birtokolja enyém a
szexualitásod, enyém a vágyad, enyémek a gondolataid. Nem szabad. Elme baj. Én azt gondolom, hogy itt a titoktalan abban rejt, hogy megtaláljuk a másik felünket az életben, vagy nem. Igen, azért lássuk be. Nem utolsó szempont. Ugye? Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Most szusszanunk egy